A műsort a Balatoni Hajózási ZRT támogatta. A Skipper magazint a Hanze Magyarország támogatta. Itt Balaton lellén szerencsére ez már egy abszolút megszokott és szokványos esemény. Ez a hatodik év, hogy téli vitorlás versenyeket szervezünk. Mikulás regattából ez a harmadik. És hát a sikert nem mutatja más jobban, mint hogy eddig ugye mi adtuk minden évben a hajókat, tavaly kezdtük el az Open kategóriát, idén viszont már 16 nevezőnk van Open kategóriába, tehát ez nem várt siker, ez erre szinte nem is tudok mit mondani. Én annyit kérek, hogy tényleg óvatosan mindenki vegyen föl, legyen kedves mentő mellény, próbáljunk meg balesetmentesen végighajózni a mai napon. A sokadik bálosok vagyunk, mi az összesen részt vettünk idáig. Mi vagyunk most a védők, úgyhogy kötelező is volt nekünk szerepelni most, de szeretjük. Ismerjük a pályát, ismerjük a szervezőket, és szerintem visszatérő csapat leszünk. Ez egy jó móka, tehát mi jól éreztük magunkat kint a vízen, a parton is. Nagyon izgalmas volt. Voltunk mindenféle pozícióban, és a végén sikerült a második helyre befutnunk. Három évvel ezelőtt egy Gyuri-Buri versenynek indult ez a játék, lejöttük játszani, jól éreztük magunkat. Mára ez annyira kiforta magát, hogy a mai versenyen 16 hajó indult az osztályunkba, és bizony meg kellett küzdeni minden egyes centiért a vizen. Tulajdonképpen a hideg szerintem nem volna semmit az értékéből, jól érezzük magunkat, vizen vagyunk, és hát decemberben vitorlázunk. Kell lenni a több. Rettentő jó, hogy itt a téli Balatonon is tudunk vitorlázni, hogy tudunk programokat csinálni, és egy komoly élet van, és hát külön nyilván jó, hogy itt vitorlázhatunk, és itt lehetünk együtt. Ez igazániból nyilván nem egy véres olimpiai felkészülési verseny, de nagyon jó a hangulat, nagyon jól érezzük magunkat, és hogy itt lehetünk a tavon, ez egy nagyon jó dolog. Most voltam életemben először téli vitorlázáson, de nagyon élveztem. Nagyon jó csapattal látogattunk ide, és szerintem nagyon összeszokottak vagyunk már. Hát a versenyen már két fordulón végigvittük, hát voltunk egyszer hetedikek, meg most 11-ek lettünk, azt hiszem. A gyerekek most jutottak el oda, hogy ilyenkor is szeretnének már vitorlázni. Mert egy olyan két héttel ezelőtt hagytuk abba a vízi foglalkozásokat, és azóta is eléggé haragszanak emiatt, hogy abba hagytuk, de már hideg van hozzá, hogy vízen legyünk. Már kérdezgették, van-e, hogyha befagy a Balaton, van-e jégvitorlásunk. A műsort a Balatoni Hajózási ZRT támogatta. A Skipper magazint a Hanze Magyarország támogatta.